Bábok, kis székek, építőkockák, babák. Ezek mind láthatóak a Lengyeli Óvoda Történeti Múzeumban, betekintést engedve a sok-sok évtizeddel ezelőtti óvodák életébe. Általuk láthatjuk, hogy annó szüleink, nagyszüleink milyen játékokkal játszottak, milyen közegben töltötték óvis napjaikat. Varga István mesélt az első lengyeli óvoda alapításáról, a gyűjteményben láthatott tárgyakról és Fábián Andrásnéről, Teri óvonéniről, akinek hatalmas szerepe volt abban, hogy ez a tárlat megtekinthető legyen a mai generáció számára. Fábián Andrásné, Bíró Terész, tehát a mi óvonénink 1955-ben került ide óvonőnek, gyakornoknak, és szinte azóta kezdte el gyűjteni az anyagot. Természetesen az első óvoda itt az Aponyi Sándor nevéhez fűződik. Ő alapította a régi kastélyába az első Kisded óvó intézményt, még így is hívta. A felesége, Eszterházy Alexandra, nagyon szerette a gyerekeket. És amikor előfordult, hogy egy családban árván maradt a gyerek, vagy egész pici gyerek volt, akkor a grófnő csecsemő otthont is létesített lent az óvodánál, utána felvitte a gyerekeket a kastélyba, tehát ott tartotta. Ha körülnézünk itt mindjárt, akkor látjuk, hogy azt hiszem Brunswick Teréz nevét is érdemes megemlíteni, az első óvóképző, vagy itt a gyűjteményben megtaláljuk például azoknak az óvónőknek a nevét és munkásságát, van akinek több anyagot, van ahol kevesebbet, akik itt töltötték az évüket. Az első óvónéninek a sírja a lengyeli temetőbe található, tehát az megvan. Amikor Teri óvónéni, tehát hadd mondjam így, átvette a feladatot, akkor ő mindent megtett azért, hogy szinte mindenkit ismert a faluba, és minden apró kis gyűjteményt összegyűjtött. Teri néni nem csak az óvodákkal kapcsolatos kellékeket gyűjtötte, hanem a községben élő német és székely lakosságnál fellelhető régi használati tárgyakat, ruhákat, szőtteseket is megőrizte az utókor számára. 1988-ban hozták létre a székely és német szobát, ahol a mai napig megtekinthetőek ezek az emlékek, majd később 1995-ben az egykori iskola épületében nyitotta meg kapuit az óvoda történeti gyűjtemény. Sok munkába került, mire ezeket így időrendbe lehetett szedni, meg nagyon jól ismerte az embereket. És ha azt mondom, hogy a falu óvónénie volt, akkor őt is ismerte mindenki, és akármit kért, na rengeteg segítséget kapott. Tehát segítettek, odaadták a régi olyan emlékeket, fényképeket, ruhákat, vagy ami volt, vagy elmesélték, és ezekből a gyűjteményekből alakult ki végül is ez a kiállítás. Tudni kell, hogy a Teri óvónéni működtetett egy székely és egy német dal kört is, ahol énekeltek, megtanulták egymás énekeit, és különböző szép eredményeket értek el ezzel. Erről is van itt tanúsítvány, tehát meg lehet nézni, még országosan is értek el eredményt. A másik, ami nagyon lehet, hogy majd meglepő, hogy rengeteg olyan apróságot gyűjtött össze, amit az óvónénik készítettek, tehát szemléltető eszközöket. Itt, ha körbe megnézünk, akkor tiszta mese minden. Vagy például azokat a játékokat, amelyekkel régen játszottak a gyerekek, szívesen játszottak. Vagy például az, hogy már báboztak is a gyerekeknek. És ezek a bábok is itt vannak. Jó, van, amelyik nem olyan állapotban, de nagyon szép, össze van gyűjtve. Ha megnézzük, akkor a foglalkozási eszközök is a legaprólékosabban találhatók itt. Teri néni lengyelre kerülése óta szívén viseli a község néprajzi értékeinek, szellemi és tárgyi emlékeinek gyűjtését és közkincsétételét. 1955. július 1-én kezdte meg óvodapedagógusi pályafutását, és 1992-ig nyugdíjba vonulásáig nevelte, gardírozta a keze alatt felnövő gyerekeket, és közben gyűjtött és gazdagította a néprajzi és az óvodatörténeti kiállítást.
A lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumának elnökeként is évekig aktívan tevékenykedett. Elmondta, hogy az értékek ápolását és megőrzését még gyerekkorából hozta. Láttam gyermekkoromban, ahogy édesanyám ápolta a szép, tiszta szobában a régi, gyönyörű vetett ágyat, a szép rokolyákat, és ez annyira a szívembe és a lelkembe élt, hogy mikor lengyel községbe kerültem, virágzó kultúrát találtam, gyönyörű, szép programokkal gazdagodott az egész falu, minden héten voltak foglalkozások, tánc volt, én magamat fölkértek, hogy bábszínházat indítsak, és örömmel tettem, és láttam, hogy lelkesen énekelnek, és a családlátogatás alkalmával viszont észrevettem, hogy a gyönyörű, szép, értékes tárgyak, ami a lakást díszítette, kikerültek a lakásból. Az utcán, az udvaron a gyerekek hancúroztak rajta, szép szőtteseken, kézimunkákon, és akkor elhatároztam, hogy összegyűjtöm őket. Dobozokba raktam, nagyon sokáig nem kapott lehetőséget, hogy bemutathassam. De 1988-ban az óvoda 100 éves évfordulójára rendezett ünnepélyen sikerült a kultúrháznak két termében fölállítani a néprajzi széke és a német anyagot. Az óvoda történeti gyűjtemény az meg úgy született, hogy csodálatos, nagymúltú óvodába kerültem, és az óvonénik megőrizték egymásnak az óvoda történeti anyagait, és így én nekem csokorba kötés volt a feladatom, amelyet 1995-ben sikerült. Nagyon tudtam örülni neki, hogy ilyen aranyos óvonénik voltak, és mostan gazdagítja a lengyeli óvoda történetét, és nagyon bővült az országos óvoda történetével. 2007 óta minden év február 1-én a civilek napja alkalmából a Tolna megyei önkormányzat elismeri a megyében tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző civil szervezeteket. Ezen alkalomból adták át az év Tolna megyei civil szervezete elismeréseket. Ezt a díjat kapta meg a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány is, ami amellett, hogy létrehozta a néprajzi és óvoda történeti kiállítást, még számos más hasznos tevékenységet is végzett az évek során. Kórust működtetett, megemlékezéseket, ünnepségeket és fesztiválokat is szervezett, ezzel is színesítve lengyel község életét.